tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Sziasztok, ez itt a Subzsáner harmadik adása. Én Ivanics Riegel Klaudia vagyok, meghívott vendégemért pedig hát nem kellett messzire mennem, ugyanis az e-havi adásunk meghívott vendége nem más, mint a férjem, Ivanics Ferenc, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja és tőzsgyökeres sci-fi rajongó. Szia! Hello, sziasztok! Májusi adásunkban stoppolni fogunk, mert e-havi témánk nem más, mint Douglas Adams és a Galaxis Utikalóz Stopposoknak című regénysorozata. Szemfőves követőink egyből kiszúrhatják, hogy hát műsorváltozás történt, eredetileg ugyanis a hónap végén debütáló Obi-Wan Kenobi sorozat, illetve ugye a május 4-ére eső nemzetközi Star Wars nap miatt egy olyan témával készültem eredetileg, amelynek az lett volna az címe, hogy sci-fi a Star Wars. Ez sajnos egyéb okok miatt nem valósult meg. Akik esetleg erre vártak, azok azért ne csüggedjenek, ami késik, nem múlik. Szerencsére májusban van egy másik jelentős dátumunk, ami ilyen hát félig fiktív, félig ugye rajongói dátum. Ez pedig nem más, mint a nemzetközi törölköző nap, amiről pedig szerintem minden valamire való sci-fi rajongó tudja, hogy Douglas Adamshez és a Galaxis Utikalauszhoz kapcsolódik. De ha már ezeknél a fiktív és egyéb rajongói dátumoknál tartunk, kedves kommentelőink akár meg is írhatják nekünk kommentben, hogy ők megszokták-e ünnepelni ezeket a mindenféle, akár szkifis, akár más napokat, tehát mondjuk a nemzetközi Star Wars napot, a nemzetközi törölköző napot, vagy a nemzetközi mormota napot például. Na de! Mi is ennek a nemzetközi törölköző napnak a története, és hát látjátok, én készültem. Tanár úr, kérem, én készültem, mert hogy már rajtam itt is van ez a biztonságot jelentő törölköző. Hát ugye az író halála az ugye május 11-én halt meg, és tulajdonképpen erre rá két héttel tartják. Az, hogy pont ezen a dátumon tartják, az nagyon sokáig hát nem volt biztos, ugyanis mindenféle más dátumok is felmerültek, az író születésnapja, az író halála, aztán a nem véletlenül a 42. nap az évben, de végül maradt ez az író halála utáni két héttel lévő dátum, ami ugye május 25-e, ami idén szerdára esik. És hát ezen a napon a rajongók általában mindenhová ugye a törölközőjükkel a nyakukban mennek, hiszen mindjárt az első részben az egyik szereplő, Ford Prefect ugye kifejti, hogy hát minden valamire való stopposnál van egy törölköző, amelyet számos módon fel lehet használni. Sőt, képzeljétek el, hogy Elon Musknak, ugye a SpaceX és a Tesla alapítójának ez a regény, illetve regény folyam az egyik kedvence, és mint egy nem is íróként, hanem már filozófusként tekint Douglas Adamsre, sőt, nem tudom, Feri, te tudtad-e, hogy amikor ugye azt a bizonyos Tesla autót ugye felküldte földkörüli pályára, akkor a kesztyűtartójában elhelyezett egy törölközőbe csomagolt példányt a Galaxis Utikalauszból, ezt tudtad? Igen, igen, tudtam. Egyébként magát ezt a rakétát tovább küldték napkörüli pályára, úgyhogy azért egy igen nagy kozmikus utazásra indult, ha úgy vesszük, de szerintem egyébként egy különleges színfoltja volt ez ennek a küldetésnek. És igen. Ha jól emlékszem, valahol ott van a kocsimban talán a ne es pánikba felirat is. Igen, a műszerfalon szerepel ugye ez a klasszikus ne es pánikba, és hát azt már nem tették hozzá, hogy mindig legyen nála törölköző, de hát ugye eleve ott van a törölköző a kesztyűtartóban.
Na, akkor térjünk is rá magára a műre, vagy a sorozatra, mert ugye ez egy regény ciklus, egy regény sorozat, de hát ez nem regényként kezdte a pályafutását, hanem 1978-ban egy rádió vígjátékként, tehát vígjáték, ezt ugye kihangsúlyozom. Nyilván, aki olvasta, vagy akár csak a filmeket látta, az, az szerintem tudja, hogy miért. Szóval ez eredetileg egy rádió vígjáték volt, melyet először a BBC-nek az egyik csatornája sugárzott, és hát később persze sok minden, sokféle adaptáció született belőle, színpad, tehát színdarab, színpadi műsor, színdarab, regények, képregények. Az 1981-es tévésorozat, ami javítsák ki, de ha nem tévedek, talán még már annak ellenére a 81-es még fekete-fehér volt. Nem? Akkor színes emlékszem? Volt, és hála a torrent oldalak sokszínűségének elérhető is. Úgyhogy a legnagyobb torrent oldalon, most nem reklámozom, hogy melyik a legnagyobb, fönn is van természetesen, érdemes letölteni, megnézni, mert szerintem egy igazi unikummal van dolgunk, amikor megtekintjük ezt a sorozatot. Most, hogy egy klasszikust kicsit megmásítsak, a kalózkodás rossz, értem? Na, jó, szóval, oké, erről ennyit. Ugye alapvetően itt már az előző műsorban is, ami ugye a 11-es állomásról szólt, beszéltünk arról, hogy mennyire jó vagy nem jó, hogyha egy regényt adaptálnak. Most maradjunk egyelőre ennél a 81-es sorozatnál, az mennyire hozza pontosan a regényt? Magát a sorozatot én szerintem már van 10 éve, legalább 10 éve, hogy láttam. Megmondom őszintén, hogy a regénynek a feelingjét azt nagyon jól visszaadja, én úgy gondolom. A karakterek ábrázolása és Port Prefect például, ugye az egyik főbb szereplő, őt például, ha jól emlékszem, egész pontosan ábrázolják, szemben ugye a mozifilmmel. Na, erre még majd mindjárt visszatérünk. Gondoltam. Ne lőjük le erről a poént. De hozzateszem, hogy a sorozatban szerintem zseniális, ahogy megoldották a különböző karaktereket, sőt, ha jól emlékszem, a sorozatban a depressziós robot, Marvin, így van, aki a sorozatban van, pontosabban hát az a bádogi elmez, lehet így mondani, az, hogy tisztelegjenek az alkotók a sorozat előtt, a 80-as években gyártott sorozat előtt, a 2000-es években gyártott mozifilm verzióban, amikor a vogonok hivatalában sorban állnak a főszereplők, ott föltűnik a sorban az eredeti Marvin robot is. Tehát ez egy érdekesség, és megmondom őszintén, amikor néztük anno a filmet, ennek már jó rég, szerintem 15-17 éve biztos van, akkor nekem egyből fel is tűnt, hogy ja, ott van, ott a Marvin. Szerintem annál kevesebb, mert mi ezt együtt is néztük, viszont annyi ideje meg még nem vagyunk együtt. Hát én előtted is néztem, tehát... Azt gondoltam! Na jó, aztán azt nem tudom, tudtad, de hogy ebből a sorozatból 1984-ben készült egy számítógépes játék. Na, ez neked is új információ. Ez nekem is új. Kivételesen tudok mondani valami újat neked, szuper. Na és akkor beszéljünk magáról a 2005-ös filmről. Ugye és kapásból szerencsétlen Port Prefectet vegyük elő megint, ugyanis a filmet talán részben az ő személye miatt, ugye érte némi kritika, ugyanis hát ugye a könyvrajongóknak, és ugye a Subzsáner, az a Skifi Könyvek podcastja, alapvetően szerintem valamire való könyvrajongónak, vagy könyvmójnak fontos, hogy egy szereplő a filmben úgy nézzen ki, ahogy a könyvben le van írva. És akkor még mielőtt beszélnék arról, hogy Port Prefect hogy nézett ki a filmben, meg hogy nézett ki a könyvben, azért megkérdezem tőled, hogy
te mennyire vagy ilyen hát befürgült, hogyha meglátod az adott szereplőt, és nem úgy néz ki, akkor ott nekiállsz problémázni, hogy miért nem úgy néz ki. Tehát ez neked mennyire fontos? Régebben, ezelőtt egy 10-15 évvel nagyon fontos volt, és utána meg sem néztem az adott filmet, hogyha ha nem olyan volt pontosan az adott karakter, mint ahogy a magában a könyvben ábrázolták, illetve lefestették. Aztán időközben rájöttem, hogy érik szerintem az ember, többet olvas, több filmet lát, hogy ez nem mindig fontos, hogy fontosabb az, hogy a történetnek meglegyen az egysége, meglegyen az, amitől maga a történet, az a történet, amibe az olvasó beleszeret, miközben olvassa a könyvet. Szerintem ez sokkal fontosabb, hogy maga a történet ne vesszen el, és hogyha a rendező ügyes, és úgy választ színészt a karakter ábrázolásához, én úgy gondolom, hogy simán meg lehet azt oldani, hogy ne tűnjön el a történet, és mégis értékes maradjon maga a karakter is. Ilyet most kapásból két példát is tudnék mondani. Az egyik ugye az új Dűne film, nyilván nem ez a a téma, de én a Dűnére például nagyon haknis voltam, mert több Dűne adaptációt is láttam, és hol visszahozták a feelingét, például szerintem a Lynch-féle változatban visszahozták magát a Dűne feelinget, tehát az a Dűne érzés visszajött. Aztán a 2000-es évek elején készült talán a Sci-Fi Channel, ha jól emlékszem, és az HBO-n adták le, arra tisztán emlékszem, mert az egyik haveromhoz mentem át megnézni, akiknél volt HBO, hogy ott például ez nagyon nem jött, tehát ez egy steril alkotás lett. Viszont az új Dűne, ugye, amit nemrég mutattak be, ott szerintem valami fantasztikusan átjön a Dűnének a világa, szinte lélegzik, akár csak a könyv, és én úgy gondolom, hogy meg lehet ezért kövezni, egész nyugodtan itt vagyok, tudjátok, hol lakok, ja nem, mindegy. Szóval akkor úgyis azt mondok, amit szeretnék. Szerintem az új Galaxis üti kalausz filmnél, ugye, amit a 2000-es években csináltak, szerintem ott is a maga a váltás az, hogy Ford Prefect egy nem fehér, nem vörös hajú karakter, hanem alapvetően egy afroamerikai, vagy hát ugye, mivel, ha jól emlékszem, angol a film, nem is tudom, hogy az afroamerikai helyese, inkább azt mondom, hogy színes bőrű. Így a leg... Lassan át kell gondolnunk, hogy milyen szót használunk. Igen. Nagy PC-ben. Igen, így van. Szóval a lényeg, hogy ott például az elején egy kicsit ki voltam akadva, de ahogy ment előre a film, én úgy gondolom, hogy abszolút átjött Ford Prefectnek a karaktere, és annyira nem akadtam fönn, hogy nem egy vörös hajú. Ha jól emlékszem, a regényben talán voltak szeplői is, de a vörös hajra arra emlékszem, hogy vörös hajú, fehérbőrű fickó volt eredetileg. És megmondom őszintén, amikor először filmben néztem, akkor tök meg voltam lepődve, de nem okozott akkor a nagy fennakadást. A Dűnére visszatérve, ott a változás bírája, ott egy kicsit fönnakadtam, hogy nemet is cserélt, tehát itt azért vannak érdekességek, például amikor nemet is cserélnek az adott karakternek. Ilyen az, ha jól emlékszem, az új alapítvány sorozat. Először csináltuk ugye alapítványból sorozatot, az alapítvány sorozatnál láthattunk hasonlót, illetve ott azért eléggé áthúzták az eredeti történet szálat. Hozzáteszem, hogy akárcsak annak idén az Én a Robot film esetében, amit Will Smith főszereplésével csináltak meg, maga, még egyszer mondom, a feelingje a történetnek szerintem átjött. Kicsit a grandiózusságán lehetett volna még emelni, de visszatérve megint csak, mert ugye itt most ugrándozunk a különböző sci-fi művek között,
De akkor térjünk vissza ugye a galaxis utikalú stopposoknak mozifilmre. Tehát én azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem von le belőle az, hogy Ford Prefect egy színesbőrű színész által lett alakítva. Én szerintem maga a sorozat, amit a 80-as évek elején csinált a BBC, ha jól emlékszem, illetve maga a mozifilm is egyformán klassz lett, és ami nekem megmondom őszintén, egy filmben nagyon fontos, az a soundtrack. Tehát, hogyha ha csapni való a soundtrack, akkor a filmből is rengeteget levon ez. Ilyenek az új Star Wars filmek, ahol kifejezetten, én úgy gondolom a 789-nél kifejezetten csapnivaló munkát végzett John Williams. Nem is tudom, hogy miért egyébként, mert amúgy egy zseninek tartom. Mindemellett a galaxis utikalú stopposok mind a sorozatban, mind a mozifilmben szerintem nagyon jó soundtrackeket válogattak be, illetve nagyon jókat, illetve ha jól emlékszem, a sorozatnak a soundtrackjét kicsit átalakították, és azt vették át a mozifilmhez is, és én szerintem ez egy nagyon jó húzás volt. És ugye többször is tisztelegnek a mozifilmben, illetve ezáltal, így a mozifilm által, így az eredeti sorozat előtt, ami én szerintem egy sci-fi rajongó számára, aki ráadásul eléggé hát én elvakult, mint én, szerintem ez kötelező megnézni magát a televíziós sorozatot is, meg a filmet is, és szerintem ez egy alapű maga a galaxis utikalú stopposoknak. Hát az más kérdés, hogy most melyik könyvről beszélünk, mert ugye több részes sorozatról van szó. Egyelőre maradjunk az első résznél, aztán majd én még majd mindjárt a többibe is belekérdezek, de mielőtt még ebbe belemennénk, egy kicsit a részben a műfajról, részben ugye itt magáról a műfajon belüli hát írói fogásokról beszéljünk, ugye itt már az előbb azzal kezdtem, hogy ez egy rádió vígjátéknak indult, hiszen valóban humoros, de inkább véleményem szerint, meg szerintem mások véleménye szerint is szatíra, és ugye rengeteg az abszurditás benne, erről beszéljünk egy kicsit, hogy neked erről mi a véleményed? Szatíra ez valóban? Valamilyen szinten szerintem az, abszolút. Abszolút. Szerintem egy nagyon jó görbetükröt tart a kultúránk, a civilizációnk elé. És megmondom őszintén, hogy sokszor ezek a fajta abszurditások, amik felbukkannak a műben, például ugye nagyon komolyan foglalkozik több helyen teológiai kérdésekkel. Például, hogy ki az az Isten egyáltalán, ezek szerintem nagyon-nagyon meghatározó elemei a műnek, illetve ami még nagyon fontos, hogy hogyan szemléljük a Földön kívüli intelligenciákat, és ezt rengeteg tudományos, fantasztikus mű szerintem bukott már meg azon, hogy hogyan próbálta emberi szemszögből, tehát emberi perspektívából megvizsgálni az idegenek észjárását, ha lehet ezt így mondani. És Arthur Dent, ugye a főszereplőnk, ő például szerintem erre egy nagyon jó példa, mert ha úgy vesszük, akkor ő képviseli az emberiséget, mert ugye kvázi a barátnőjével együtt, most spoilerezek, de ugye ők lesznek, ha jól emlékszem, az egyedüli túlélői a Föld elpusztulásának, és eleve az is egy nagyon jó hasonlat így a műben, hogy ugye az ő házát, az ő otthonát el akarják pusztítani, mert egy bekötő utat, egy főutat, vagy valamiféle strádát akarnak ott építeni, és ugye mindeközben megérkezik a vogon építő flotta a földbolygóhoz, ugye több száz, több ezer űrhajóval, hogy elpusztítsák azt, mivel hiperűr bekötő utat akarnak a naprendszeren keresztül építeni, és az, hogy mégis azt üzeni ezzel az író, hogy mi mennyire picik is vagyunk, mennyire jelentéktelenek is vagyunk a kozmoszban, hogy amikor a vogon
flottának, ha jól emlékszem, talán a parancsnoka megszólal ilyen hatalmas megafonokkal beszélnek. Pontosabban a regényben úgy volt, hogy még a fazekakból is lehetett hallani a hangjukat a vogonoknak, ugyanis valamilyen elektrofonikus módszerrel kihangosították az egész földbolygón az építőflottának a vezetőjét, és akkor ő teljesen meg voltak rökönyödve azon, hogy hát mi az, hogy háborognak, meg pánikba esnek az emberek azon, hogy el akarják pusztítani a földet. Hát már évtizedekkel ezelőtt megtekinthetők voltak az építési tervek. Ha jól emlékszem a regényből, a Proxima Centauri, vagy az Alpha Centauri, ebben most nem vagyok biztos, de ha jól emlékszem, a Proxima Centauri építészeti hivatalában megtekinthetők voltak a tervek, és hogy miért nem mentünk el a szomszédba megnézni. Tehát, hogy ez is az, hogy ennek a fajnak lövése sincs arról, hogy milyen technológiai szinten állunk, és számukra ez csak egy feladat. Tehát ők nem utálnak minket, nem feltétlenül akarnak elpusztítani, nekik csak ez egy feladat. És akkor itt jön be a képbe az, hogyha léteznek földön kívüliek, tehát földön kívüli intelligenciák, vagy civilizációk a tejútrendszerben, vagy a kozmoszban, vajon milyen céljaik lehetnek. Tehát, hogy igazság szerint lehet, hogy olyan célokkal, olyan kíváncsisággal rendelkeznek, vagy olyan dolgokra kíváncsiak egyáltalán, amikre mi nem is gondolunk, mert az ember annyira hajlamos a saját szemszögéből úgymond antropocentrikusan szemlélni a világot, hogy sok műben például ettől nem is tudnak nagyon elvonatkoztatni. És szerintem a Galaxis Lutikalóz stopposokban ez egy nagyon jó próbálkozás. Hasonló próbálkozás Stanislav Lem Solaris című alkotásában olvastam. Hozzáteszem, az eredeti orosz film szerintem zseniális. Amit később az amerikaiak csináltak George Clooney-val, az se rossz. Tehát én azt mondom, hogy abszolút a nézhető kategória, de visszatérve az eredeti regényre, ugye ott is mi volt, hogy lényegében nem tudták fölfogni azt, amit ez a bolygónyi méretű, vagy hát bolygóra kiterjedő intelligencia szeretett volna. Nem is derültek ki konkrétan az indítékai az intelligenciának. De mit jelent ez? Az, hogyha valami, vagy ha egy faj egy teljesen eltérő evolúciós úton fejlődik, mint mi, eltérő körülmények között, eltérő bolygó környezetben, teljesen más filozófiával, teljesen más gondolkodásmóddal kell, hogy rendelkezzenek, és mi lehet a közös alap, ami vagy a közös nevező, ami alapján meg tudjuk egyáltalán egymást érteni. Persze ilyenkor a tudományos fantasztikumban előjönnek azzal, hogy valószínűleg matematika nyelve lehet, valószínűleg, de itt most maga a regény, maga a Galaxis Lutikalóz toposoknak ebben nem akart belemenni. A Galaxis Lutikalóz toposoknak szórakoztatni akar, de közben érdekes kérdések úszkálnak a háttérben. És szerintem a Vogon flotta, ahogy elpusztítja a Földet, és ahogy Arthur Dent lereagálja a háza elpusztítását, én úgy gondolom, hogy maga Arthur Dent az emberiség. Tehát ő az emberiséget szimbolizálja és képviseli a műben. De ez lehet, hogy nem így van. Ez csak az én nézőpontom. Én számomra ezt üzente maga a mű. Természetesen rengeteg érdekesség van magában a műben. Hozzáteszem, amikor olvastam, ez körülbelül egy másfél-két délután volt számomra elolvasni. Emlékszem, most az első részt mondod. Igen, az első részt. Igen. Az első részt. Akkor végigröhögtem az egészet. Tehát annyira, és valószínűleg azért is maradt meg annyi minden magából a könyvből, mert annyira szórakoztat, annyira vicces, és könnyed, és humoros, és igazság szerint sokszor azt veszem észre, hogy nem akarja magát komolyan venni. Igen, és a filozófiai kérdéseket is inkább erre a tájékra tereli,
hogy nem akarja magát komolyan venni. Tehát amikor például a bölcs elmét ugye megépítik a hiperintelligens lények, ha jól emlékszem, talán pándimenzionális lények, hogy ugye a nagy kérdésekre, az élet, a világ mindenség és minden kérdésére választ kapjanak, és akkor a végén begyogja a bölcs elme, hogy 42. És hát ez szállóigévé vált. Tehát mai napig is, ha nem tudom valamiről, vagy az egyik barátom, Weiss Andris is ugyanezt szokta mondani, ha kérdezek tőle valami, te Andris, ez most hogy lesz? És akkor rám néz, 42. Igen, ez nálunk az Egyesületben most már lassan, nem csak ti ketten, hogy már lassan mindenki ezt használja, hogy 42. Igen. Na még visszatérve a vogonokra és itt a szatíra részére, most ahogy ezeket így elmondtad, ugye tényleg itt is az alapfelvetés az, ami más, hát akár tehát klasszikus, kortárs, sci-fi művekben, hogy ugye jönnek az idegenek, és el akarják pusztítani a Földet. Na de ugye, amíg ezt mondjuk más írók előadják úgy, mint Világok harca, vagy tehát ez a tipikus, ez az inváziós földön kívüli megszállás, addig Douglas Adams mit csinál? Jönnek a vogonok, és építsünk autópályát, amma be van jelentve, már biztos tudnak róla, ott ez a kis sárgolyó, robbantsuk fel, aztán jó van. Tehát, hogy tényleg annyira kis szatirikusan adja elő, hogy annak ellenére, hogy elpusztul a Föld, ahogy te is mondtad, mégis röhögve olvasod végig, mert annyira máshogy közelíti meg ezt az alaphelyzetet. Igen, abszolút. Tehát nem az a tipikus science fiction, és ugye mondtad te is a világok harcát, hát ég és föld. Igen. Ég és föld. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Szóval, tehát beszéltünk már arról, hogy ez egy ötkötetes sorozat, és hát tulajdonképpen, ahogy haladunk előre a sorozatban, úgy válik egyre, hát, hogy is mondjam, letargikusabbá, lehet így fogalmazni? Én azt mondom, hogy még az első két rész még úgy kellően humoros. Talán még a Viszlát és Kössze a halakat is, de a Vendéglő a világ végén az még kifejezetten jól sikerült. A Vendéglő a világ végén ből nekem leginkább az a, ha jól emlékszem, talán sertés volt, vagy valamilyen szarvas marha már. Nem tisztán emlékszem, mert ezt is nagyon régen olvastam, de jól emlékszem, egy olyan állatot vezetnek a szereplők elé az étteremben, ami elmagyarázza, hogy mik a legfinomabb részei, és hogy őt kifejezetten szeretné, sőt, erre lett kitenyészve, erre lett megtervezve, hogy őt megegyék. Tehát ez is felvet egy olyan elképzelést, hogy olyan genetikailag tervezett életformákat fogyasztani, amik esetleg kifejezetten szeretnék, hogy te megedd őket. Tehát, hogy nekik ez nem probléma, ha elpusztítod őket. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes gondolat. Egyébként magában a science fictionben ez többször felmerül, tehát, hogy genetikailag módosított élőlényeket, vagy direkt ilyen célra kitenyésztett élőlényeket fogyasztani. A Dűne, már megint a Dűnével jövök, bocsánat, a Dűne regényciklusban például ilyen a serga nevű élőlény, vagy ha jól emlékszem, a paradinnye is ilyen, ami óceánban nő, de aztán ugye ott is rengeteg genetikailag kitenyésztett, megalkotott élőlényel, a székkutyával is találkozhatunk például, ami igaz nem fogyasztásra, hanem konkrétan arra az élőlényre ülnek az emberek, de visszatérve Douglas Adams-re egyébként, ő szerintem a regényeiben rengeteg olyan elképzelést, illetve hát technikai újítást behozott, amit szintén
amikor olvassa az ember, nem veszi komolyan. De amikor lerakod a könyvet, és egy kicsit elgondolkodsz rajta, akkor azt mondod, hogy ez azért egy érdekes ötlet. Természetesen így visszatekintve, hát olyan 30-40 évet az időben, illetve végignézve azóta megalkotott tudományos fantasztikus műveket, ez a legtöbb már nem számít akkora nagy újdonságnak, illetve a mai világban azért annyira nem nagy újdonság, de annak idején ezek igenis nagy dolgok voltak. Most megint visszatérve az első részre, ott például a Bábel-hal volt ilyen, ugye, ha jól emlékszel, ugye, amit beleraktak a fülükbe, hogy meg tudják érteni ugye az idegenek kommunikációját, és itt valami szimbiotikus kapcsolat volt a Bábel-hal és a gazda test között. Ez is szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy én például azon gondolkodtam, hogy esetleg a Bábel halat nem kitenyésztették, vagy megalkották direkt erre a célra, és ugye ezen el lehet gondolkodni, hogy mi van, hogyha a jövőben lesznek olyan élőlények, amiket külön feladatokra alkotnak, meg egyébként már most is vannak ilyen élőlények, vannak munkakutyáink, különböző feladatokra, patkányfogásra, kistestűek, vannak mentőkutyáink, a lovaknál is van bányaló, van munkaló, vannak, akiket versenyzésre használnak, ugye testalkutókból kifolyólag, tehát rengeteg ilyen állatunk van, de mi van, hogyha a génmérnököknek szabad utat engednek, és lényegében laboratóriumban össze lehet tákolni teljesen új élőlényeket. Hát igen, ez rengeteg morális kérdést felvet. A regény ezekkel szerintem nem foglalkozik, inkább csak dobálta föl Adams ezeket a tényezőket, és szerintem gondolatébresztőnek egy ilyen laza és kifejezetten szórakoztató műben teljesen jók voltak. Most visszatérve a további művekre, megmondom őszintén, ezekre már nem is emlékszem annyira, de azért nem emlékszem, mert ezeknél leginkább az egyre inkább elhajlás maradt meg, ami az első két műben szerintem nagyon jól megvolt, az a humorfaktor, illetve az a könnyedség, az átváltott egy ilyen sötétebb tónusba. Tehát megmondom őszintén, hogy nekem a befejező rész vége nem is tetszett, nem is olvasnám szívesen újra. Még egy Dűnét bármikor újra tudok olvasni, addig a Galaxis Utikalauz stopposoknál számomra a legutikalauzosabb rész az az első rész. Ugye, ahogy fölvetik a Galaxis Utikalauz stopposoknak működését, ugye rájövünk arra is, hogy ugye, ha jól emlékszem, Ford Prefect az egyik írója, szerkesztője talán, és ugye információ gyűjteni jött a földre. De a gondolat, belemehetünk jobban a többi részbe, de én úgy gondolom, hogy az alapmű az igazi, és most meg is mutatnám, így nektek itt van nálam, én annak idején ezt a kiadást olvastam, ez egy 1987-es kiadás, és ha jól tudom, nem biztos, hogy jól tudom, lehet, hogy tévedek, ezt esetleg írjátok meg majd kommentben, ez az első magyar kiadása, és ezt a Kozmosz Fantasztikus Könyvekben jelent meg 1987-ben, és egy rövid, kb. 200 oldalas, nagyon könnyed kis olvasmányról van szó. És mondom, ezek azért jók, ezek a Kozmosz könyvek, mert ez befér az ember táskájába, még a kabát zsebébe is, és emlékszem, hogy én is ezt olvasgattam buszon, és körülbelül 200 forintért vettem antikváriumban annak idején, és teljesen megérte az árát. Úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek. Nem tudom, hogy jelenleg lehet-e kapni, de szerintem, hogyha az ember elmegy antikváriumba, vagy online antikváriumokban, biztos meg lehet kapni. És maga a borító is nagyon klassz. Tehát tudni kell, hogy a Kozmosz könyvek borítói sok esetben zseniálisak voltak. Már megint a Dűnéről fogok beszélni, a Dűne borítója is, ami kétkötetes, és Kozmosz könyvekben jelent meg a 80-as években, szerintem zseniális, úgyhogy érdemes beszerezni őket. Ugye ez volt a reklám helye, de még van nálam egy-két könyv,
Úgyhogy szívesen. Másikat is mutasd meg, a sorozatot. Mert azt tőlem kaptad. Így van, így van. Itt már együtt voltunk, emlékszem. Talán egyetemen. Igen, ez az egyetemen. Méghozzá talán névnapomra kaptam. Ugye? Valószínű, mert hideg volt, amikor megvettem, és tekintettel arra, hogy decemberben van a névnapod, augusztusban a szülinapod, ezért valószínű. Igen. Tehát ezt a Gabó kiadó adta ki, és azért jó ez a kötet, mert itt az összes részt egy kötetben találjátok meg, tehát én most ki is nyitom szépen, és mind az öt részt szépen megtaláljátok. Én most az előbb tévedtem, mert a harmadik rész egyébként az az élet, a világ, mindenség, meg minden. És a viszlát és kösz a halakat. Az a negyedik rész. És akkor az ötödiket is mondjad, légy szíves? Jobbára ártalmatlan. És megmondom őszintén, hogy azért ez egy nagyon jó kis kötet volt. Tehát amikor megkaptam, akkor elolvastam megint az első kötetet kapásból, az szépen végig lehet olvasni. Ilyet a 2000-es évek első felében elég sűrűn csináltak, hogy egy kötetben adtak ki sorozatokat. Szerintem zseniális ötlet. Nekem több ilyen sorozatom is, űrod össze a sorozat, Isaac Asimov teljes alapítvány robot sorozata is így van meg, Stanislav Lem teljes sorozat is így van meg. Hát általában a Szukics kiadó foglalkozott ezzel, és szerintem nagyon helyesen meg is csinálták, sőt, nagyon jól megcsinálták. Sok esetben, még ha jól emlékszem, még kronológiát, időrendi sorrendet is, vagy valamiféle kronológiát is fölállítottak, meg különböző idegen szavak magyarázata is megtalálható ezekben a kötetekben, tehát nagyon jók. De hozzáteszem, ez a Gabó kiadós is nagyon jó, és szerintem ez is most már csak antikváriumban érhető el. Ha jól emlékszem, talán azóta megint kiadták egyenként is a köteteket. Most úgy látom, hogy szokása lett a kiadóknak egyenként kiadni. Az űrodesszia sorozat is néhány éve így látott újra napvilágot, hogy szépen, talán a Galaktika könyvekben szépen újra kiadták. Nem vettem meg, mert nekem már megvan az eredeti kiadások is, Kozmoszban, illetve Galaktikában, illetve... Na, elment a hang. Itt vagy? Ez egy nagyon jó, nagyon bocsánat, jó. Bocsánat, elmentél egy pillanatra, úgyhogy... Igen, mert egyfolytában hívnak, tehát egyfolytában csörög a telefon, mindenki hív, és nem tudom, hogy miért vagyok most ennyire népszerű. Nem úgy, hanem a kép szálltál, vagyis a hangot szálltál meg a képed. Igen, azért, mert kinyomtam egy hívást, mert egyfolytában hívogattam. Jó, nem baj, majd ezt kivágja, aki a vágást fogja csinálni, majd ugye megnézem, hogy itt a 37-50-ig. Jó, na, akkor ezt most itt elvágjuk. Akkor beszéljünk arról, már volt róla szó, hogy a Galaxis Uti Kalauznak azért van tudománya, és neked erre is van egy könyved, azt is mutasd meg, légy szíves. Igen, van. Igen. Van szó, egy kicsit messzebb veszem, hogy a kamera befogja. Jó, látjuk. Ez egy szintén kis rövid kis könyvecske, ráadásul nagyon könnyed, nem éri el a 200 oldalt, és lényegében azokat a tudományos részeit dolgozza föl a könyveknek, vagy a könyvnek, amivel ugye Douglas Adams is foglalkozott. Többek között szó van benne a földön kívüliekről, bölcselme megalkotásáról, ugye, mint szuperkompjúter, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, akkor Isten létezése. Tehát, ha jól emlékszem, Douglas Adams például, de javítsák ki, ha tévedek, talán ateista volt, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon humoros
dolgokat. Én is úgy tudom, hogy az volt, ugye ez a nagyon jó, ugye a kedves hallgatók már tudják, hogy én hitoktató vagyok, és úgy szeretem, amikor ilyeneket bekérdeznek, hogy hát te ezt úgy is tudod, hogy ő most akkor ateista volt-e, vagy nem. Honnan kellene tudnom? De amúgy igen, örülöm, hogy pont tudom, hogy igen, ő ateista volt. De szerintem ez így a művekből is, tehát azért ez látszik. Az az érdekes egyébként, hogy ettől függetlenül én úgy veszem észre, hogy mint szereplő, vagy nem is mint szereplő, mint háttér, mint valamiféle háttér hatalom vagy szereplő, megjelenik Isten a művekben, és ez szerintem nagyon érdekes. Nyilván attól, hogy valaki ateista, még ez megjelenhet a regényeiben, tehát ez nem kizáró tényező. Igen. Na, aztán... ugye... Jó? Szóval, a tudományos hát ilyen mindenféle fejlődésekről, különben sokan írják, hogy Adams kvázi látnok volt, és jó pár dolgot, ugye olyan dolgokat beleírt, ami aztán már a valósággá vált. Én azért szkifíróknál nem feltétlenül nevezném ezt látnokinak, hanem nyilván azért, aki a technológia fejlődését, még akkor is, hogyha itt a 70-es évekről beszélünk, nyomon követi, azért már kitalálhat olyan dolgokat, amik mondjuk 20, 30, 40 vagy 50 év múlva tényleg megvalósulhatnak. Tehát ugye ez, amit ma jövőkutatásnak hívunk, ugye tulajdonképpen. Tehát szerintem ő azért utána is nézett a dolgoknak, még akkor is, hogyha látjuk, hogy azért ez a technológiai fejlődés, ez nála a háttérben marad. Ugye itt már beszéltünk a Bábelhalról, nyilván ilyen élőlényt még nem sikerült előállítanunk, viszont ugye ma már van rengeteg olyan applikáció, meg telefonos alkalmazás, ami valóban lehetővé teszi azt, hogy egy idegen nyelvet megértsünk. Ugye A-verzió, beszélnek hozzánk mondjuk franciául, és akkor bekapcsoljuk ezt az alkalmazást, és az automatikusan lefordítja, hogy mit mond. Vagy például a mi beszédünket fordítja le arra a nyelvre, nyilván némi neműleg robothangon, vagy ugye hát a Google fordítónak a hangján, és sok esetben Google fordító minőségben, tehát azért ez még mindig gyerekcipőben jár. B-verzió, szintén Google fordító stílusban, főleg, hogyha nem angolul beszélünk, akkor olyat is lehet, hogy mondjuk valamilyen idegen nyelvű szöveg fölé oda teszed, már a Google fordítónak van ilyen alkalmazása, oda teszed a kamerádat, beolvassa, és akkor az ott szépen lefordítja. Én például használtam már ilyet olyankor, amikor nem sikerült mondjuk angol vagy német nyelvű kezelési útmutatót találnom, vagy éppen sikerült, csak olyan szavak voltak benne, hogy azt még a szótár se feltétlenül tudta, és akkor, vagy éppen nem volt kedvem szótárazni, és akkor ilyeneket használtam. Aztán ugye magáról az utikalauz, ugye, ami hát ezt majd mindjárt kisegítesz engem, mert aztán én már marhára nem emlékszem rá, hogy a regényben az utikalauz, ugye azt beszéltük, hogy maga ugye a Ford Prefect írta, illetve részben ő írta, az egy könyv volt-e, erre most nem emlékszem. Tehát, én úgy emlékszem, hogy ez egy interaktív enciklopédia volt, és akkor rá lehetett keresni különböző szócikkekre. Tehát tulajdonképpen egy tablet, mondjuk. Mondhatjuk annak is. Vagy egy e-könyvszerű dolog. Igen, mert ugye annak idén, amikor ez Douglas Adams írta, akkor még tablet, vagy e-book még egyáltalán nem létezett, és nem is látták ezt előre, de maga az elképzelés, egy interaktívan lapozgatható digitális anyag, amiben esetleg hangfájlok, videófájlok jelennek meg, illetve még szerkeszthető is, tehát utólag szerkeszthető is, szerintem abszolút újító, illetve eredeti gondolat volt, illetve mindezt ugye hordozható formában, tehát az, hogy az embernek a táskájában, a zsebében, vagy a törölközőjébe csomagolva ez elfér,
ez abszolút, abszolút újítás volt, és ugye ezóta ez valósággá vált. Ez olyan, mint a Star Trekben, ez az, főleg az új nemzedékben, illetve a Voyagerben is, gyerekként, amikor nézi az ember, ugye látjuk, hogy tableteket adogatnak egymásnak, és ugye abból tanulnak, olvasgatnak, és hát ez lehet, hogy annak idején ez is hatalmas újításnak számított, de manapság, amit például, amit mondjuk az új nemzedékben használnak, információs táblán, vagy nem is tudom, hogy lehetne őket nevezni, ugye amin mondjuk számításokat végeznek, tanulmányoznak különböző adatokat, ilyen tableteket most már bárki be tud szerezni, és ráadásul nem is annyira horror árakon, tehát ez a technológia is teljesen átért a valóságba. Tehát igen, Douglas Adams ezzel sem nyúlt mellé egyébként, és ráadásul ugye az e-booknak is van piaci kereslete. Nekem is volt, hozzáteszem, e-bookom nagyon sokáig. Addig még nagyobb távra jártam dolgozni, nagyon praktikus volt, főleg buszon utazva. Hát ez ugye időközben megváltozott, hogy most már 8 percnyire vagyok a munkahelytől, tehát igazság szerint el is adtam, mert hozzáteszem, hogy a nyomtatott könyv számomra az mindig is elsőbséget fog élvezni, és hiába mondják azt sokan, hogy na, ugyan, hát sokkal jobb e-bookon, ha e-bookon van meg, mert e-bookra fölfér mondjuk több száz, vagy akár több ezer könyv is, ugye attól függ, hogy mekkora tárhelye van az e-bookodnak. Igen, fölfér, igen, olvashatod, nem bántja annyira a szemét az embernek, mintha mondjuk monitoron olvasna, és tényleg olyan érzésed van, mintha egy könyvlapot olvasnál, de akkor is nem olyan színes, szagos, nem tudod forgatni a borítót, nem láthatod ott a polcodon, hogy igen, ott van, és akkor néha bemész a könyvespolc elé, és akkor csak legelteted a szemed, hogy milyen gyönyörű könyveid vannak, nincs meg az az érzés. De hozzáteszem annak, akinek mondjuk nincs helye, vagy nincs kapacitása, illetve anyagi problémákból is ütközik annyi könyvet összegyűjteni, annak tökéletes. És maga ez a technológia, tehát a galaxis utikalú stopposoknak technológiája szerintem igenis egy működőképes dolog, és a mai világban ugye sokan azt jósolták annak idején, hogy majd kiszorítja a normál könyveket ez a fajta új technológia, de én úgy látom, hogy szépen megvan egymással a kettő, és ki azt használja. Én igazság szerint semmelyiknek se vagyok ellene, mert úgymond pótmegoldásként én nagyon jó dolognak tartom az e-bookot mai napig is, tehát ha rá lennék szorulva, biztos, hogy használnék még mindig e-bookot. De volt olyan időszak, amikor használtam, úgyhogy egyáltalán nem vagyok ellene, csak azért a könyv az mégiscsak könyv. Na de azért most megkörnyékezlek hátulról, akár tetszik, akár nem, és akkor ez lesz itt a reklámhelye, hogy azért csak sikerült egy novellás kötetet neked kiadnod e-bookban és hangos könyvben, ugyebár, úgyhogy ezt most gyorsan bereklámozom helyetted is, hogy a Helma kiadó gondozásában jelent meg Ivanics Ferencnek, tehát így ezen a néven Lunáris Depresszió címmel, egy skifi novellás kötet gyűjteménye. Ha már egyszer itt vagyunk a Szúzsánerben, ahol skifi könyveket beszélünk ki, akkor most ez volt itt gyorsan a reklám helye, tehát a Helma kiadón, illetve hangoskönyvek.hu-n is elérhető már, meg tudjátok venni, le tudjátok tölteni, úgyhogy hajrá! Na lassan végére érünk az adásunknak, és ezért még egy popkulturális hatást, ha már egyszer veled beszélgetek, aki ugye a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja vagy, akkor azért azt gyorsan elmondom, de biztos, hogy nem mondok neked újat, hogy 2 darab kisbolygót is elneveztek a Galaxis Utikalauzhoz kapcsolódóan. Az egyik ez a... Hát nem tudom ezeket mindig, hogy kell kimondani ezeket a számokat, tehát 18610-es Arthur Dent, és a 25924-es Douglas Adams
kis bolygó. Hát nyilván ezeket tudtad, mint a kettőt különben Adams 2001-es halála után nem sokkal fedezték fel, és azért is kapták ezeket a neveket. Ez szerintem ez egy teljesen jogos dolog, hogy Douglas Adamsről is neveztek el kisbolygót. Ha jól tudom, Arthur-sziklákról, Isaac Asimovról is neveztek el, tehát rengeteg íróról, sci-fi íróról, tudósról, akik nagyot alkottak, neveztek el kisbolygót. Szerintem ez egy méltó megemlékezés Douglas Adams munkásságáról. Mert megmondom őszintén, igaz, hogy a folytatásokat nem tartom annyira nagy ívűnek, de azokban is fordulnak elő olyan érdekességek, ilyenek például a párhuzamos univerzumok, vagy például mi történne mondjuk az univerzum végén, tehát nem konkrétan a határán, hanem az időbeli végén, tehát sok esetben még kvázi kozmológiai gondolatokat is nem is egy esetben felvetnek ezek a regények, illetve ami szerintem még érdekes színfolt a regényből, az a hajtómű, amivel utaznak. Ha jól emlékszem, talán valamilyen hihetetlenségi hajtómű, vagy valami ilyesmi volt a neve, és ott például az egyik alkalommal egy rakétából, amit egy bolygó fölött lőnek ki a főhőseink űrhajójára, például a hajtómű aktiválásának következtében egy bálnává változik. Nem tudom, erre emlékszel-e? Emlékszem. Ez egyébként a sorozatban is, meg a filmben is benne van, és szerintem zseniális. Amikor a könyvben olvastam, hát szakadtam ezen. Hogy azt hiszem, ott el is hányják magukat. Igen, és a végén fonalat hánynak. Igen. Illetve fonalat hánynak, mert fonalfigurákká, pontosabban ilyen kötött, vagy horgolt figurákká változnak. Tehát itt például az, hogy a nagyszámok törvénye alapján mi minden történhet meg egy kellően nagy, vagy egyáltalán egy végtelen univerzumban, szerintem ez fantasztikus. Ugye ez felveti például többek között azt, hogyha végtelen számú univerzum létezik, akkor végtelen számú variáció létezhet talán még magából a Földből is, és ez például a regény folytatásokban ez meg is jelenik. Tehát ha jól emlékszem, ott párhuzamos földekre is ellátogat Arthur Dent, pontosabban megjelennek ezek a párhuzamos földek, amik ugye léteznek, mivel azokat nem pusztította el a vogon építő flotta. De mondom, hogy ezek az apró kis nüanszok, amik így megjelennek a műben, szerintem oltárjak is, és pontosan a bálnának a megjelenése, illetve talán egy cserépetúnia, egy növény is megjelenik ezzel párhuzamosan a másik rakétából a bolygó légkörében, talán a Magracia nevű bolygó, ha jól emlékszem, talán, annak a légkörében, és akkor ugye zuhan a CET a bolygó felszíne fel, és akkor közben eszmél öntudatra, ugye a rakétából megjelent entitás, és akkor lényegében ugye elnevezi szépen a farkát, az orrát, elnevezi maga körül a levegőt, hogy hát ez a levegő, de jó, szépen sűvít körülöttem, milyen jó, és mi az, ami közeledik felém? Ó, föld, jaj, de szép, föld, földnek fogom hívni, remélem kedves lesz hozzám, puf. Úgyhogy szerintem fantasztikus, és akkor ott van a cserép Petódi, aki csak annyit gondolt, hogy jaj, ne, már megint. És akkor ezt olvasra az ember, akkor komolyan még a könnyebb is kijött, és akkor így darálja szépen az író, hogy ha rájöttünk volna, hogy mit gondol a növény, miközben ugye becsapódik a bolygó felszínébe, akkor lehet, hogy választ kaptunk volna az univerzum legégetőbb kérdéseire. Tehát, hogy ez is ez az abszurditás. Tehát, hogy, és tényleg
belevágja az ember képébe ezt a regény folyam, illetve maga a főregény, tehát az első rész is. De szerintem az első rész a leggeniálisabb. Ez én úgy gondolom, hogy ott sziporkázott igazán Douglas Adams, és ez nagyon meg is látszik. Nagyon meg is látszik az egész művön. Ugye ott vannak a pandimenzionális, szuperintelligens lények, az egerek, ugye, akik egerekként léteznek a mi dimenziónkban, ugye, akik építették, ha jól emlékszem, bölcselmét, illetve a Földet is, a Föld nevű szuperkompjútert. Tehát ez is szerintem fantasztikus, hogy egy szuperkompjúter tervezte meg a Földet, ami maga is egy kompjúter, pontosabban egy programot végrehajtó szerkezet, ha lehet ezt így mondani, egy biokompjúter, lényegében egy nagyon érdekes mátrixszal megáldott gép. Aztán lehetne egyébként sorolni rengeteg ilyen elemet magában. Na jó, de most már ne soroljál, mert lassan véget ér az adásunk. De hát nagyon köszönöm egyrészt, hogy így beugrottál, nagy segítség volt, illetve hát akkor most már csak annyi maradt hátra, hogy elköszönjünk kedves nézőinktől, úgyhogy hát először is sziasztok! Sziasztok! És hát ugye mit is üzenhetnék mást zárásként, mint hogy ne ess pánikba, és mindig legyen nálad törölköző. Sziasztok! Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.